A csíkszeredai diákokat és kísérőiket, akik már 4 napja tartózkodnak nálunk, Bereznai Csaba alpolgármester köszöntötte és kalauzolta végig a Városházán. Hát a határtalanul pályázat keretében mi április elején voltunk a csíkszeredai kájoni iskolában, és a második program részben pedig a kájoni iskola érkezett hozzánk. Most már 4 napja tartózkodnak Tatabányán. Ez egy szakmai pályázat a két iskola között. A célja az, hogy egy kicsit erősítsük a magyarságtudatát a gyerekeknek, szakmai kompetenciájukat fejlesszük, megismerjük a helyi nevezetességeket, a történelmi hagyományokat és a gasztronómiai kultúrát. Hogy érzik magukat nálunk? Hát nagyon jól érezzük, a csapat feltalálja magát, és azok a barátságok, kapcsolatok, amik már Csíkszeredán kötődtek, azok itt azt látom folytatódnak, programba belekapcsolódnak, és tényleg teljes mértékben törekednek arra, hogy a város megismerjék mindenfajta szempontból. Mit láttak idáig? Hát történelmi részét vértes szőlőt, a turulmadárt, akkor a szakmai rész az lenyűgöző volt, legalábbis számomra, ahova a projektvezetők elvittek, tehát a vendéglátásba tekinthettünk bele, ami pici újt adott, csak is jót, csak is maradandót adott ez a projekt, és a turulmadár, ami Árpád korból származik, és ami engem nagyon megfogott. 30-30 fiatal, illetve pedagógusok, kísérőpedagógusok vannak velük, illetve voltak velük. Nagyon-nagyon jól sikerült, már Erdélyből írták az SMS-eket, Facebook üzeneteket, hogy mennyire jó, és hogy most vannak először Erdélyből, hogy micsoda barátságuk, szerelmek szövődtek, és már vágták a centit a gyerekek, hogy visszafogadhassák az ottani társaikat. Magyar fiatalok találkoznak magyar fiatalokkal, hát most van köztünk egy országhatár, de egyébként semmi különbség nincs köztünk, és pontosan ezért ugye ezt ismerik fel a gyerekek, ezt élik meg. Ezeknek a gyerekeknek, akik együtt vannak napokon keresztül, aztán utána Facebookon beszélgetnek, barátságok szövődnek, nincs az a politikus, aki bármivel is meg tudná őket osztani. Mi egy nemzet vagyunk, összetartozunk.